testvérvárosi találkozó zárónapja, öntözési eredmények, motoros baleset Martfűnél, Homokpad Cibakházánál. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. július 29-én 18 óra 5 perckor. A Kárpát-medencei testvérvárosaink Karcagon találkozó keretében a zárónapon városunkkal ismerkedtek a vendégek. Dr. Pintér Zoltán Árpád történész, önkormányzati képviselő adott elő. Délután sportvetélkedő, este közös tánctanulás volt az Akácsziget fürdőben, ahol karcagi és a határon túli magyar anyanyelvű testvérvárosok diákjai együtt tanulhatták az összetartozás táncát. A Városháza, a főtér és több látványosság megtekintése is belefért a délelőtti programba, ahol dr. Pintér Zoltán Árpád történész minden állomáson ismertette az adott épület szobor történetét. Ebéd után a fürdőben vidám játékos, sportos délutánon vettek részt a vendégek és a karcagi iskolai csapatok. Ezt követően a Refi Kamasz Fesztiválon fellépett 8-osok meglepetés műsora, majd Benéni Kecskeméti Anikó táncpedagógus vezetésével az összetartozás táncán megtanulása következett, mely közös tánccal ért véget. Az esti fesztivál záron Szepesi Tibor polgármester, Pánti Ildikó önkormányzati képviselő, az idegenforgalmi és külkapcsolati bizottság elnöke, és Elek Eszter, a Karcag Testvérvárosért közalapítvány elnöke szólt a vendégekhez és a karcagi diákokhoz, és azzal búcsúztak, hogy jövőre legyen folytatása a találkozónak. Szepségek képviseletében Sráma Szilviával beszélgetünk. Hogy érezték magukat Karcagon? Fantasztikusan éreztük magunkat. Örültünk, hogy hat év után újra itt lehetünk. Nagyon nagy szeretettel fogadtuk a meghívást, és az egész Szepsi csapat nevében, mind fiatalok, mind a kísérők nevében szeretném megköszönni Karcag városának, és mindenkinek, aki ezen a rendezvényen részt vett és hozzájárult, hogy egy ilyen sikeres partner találkozó végre jött. A főzés napján önök különlegességként egy helyi specialitást készítettek. Nálunk is ismert ez, csak egy picit másképp készül. Önöknél hogyan készítik a lepcsánkát? Hát nálunk is úgy van, hogy ahány ház, annyi szokás, úgyhogy ilyen kompromisszumot kötöttünk, hogy ki milyen receptet, de jóformán mindennek az alapja a krumpli, a reszelt krumpli, hozzátéve a sima liszt, főszerek, só, majoranna és tojás. Van-e olyan esetleg étel, vagy valami fesztivál, ami nálunk is szokott lenni, mint a birkafőző? Hagyományosan Szepsibe rendezvényként a Bab Fesztivál szokott lenni, és október hónapában meg egy ilyen kolbász fesztivál mindenféle finomságokkal egybekötve. Akikkel érkeztek, ők egy iskolából jöttek? A mi csapatunk összetett csapat. 4 iskolából, Szepsin belül, általános iskolából jöttek a gyermekek, úgy, mint a pedagógusok is. Mit kell tudni Szepsiről? Néhány mondatban mutassuk be nézőinknek. Szepsi Szlovákiában található, 30 kilométerre Kassa városától, nagyon szép környezetben, szép tájban, nagy jellegzetességgel környékünkben van a Szádali jövőgy, barlangok is, kimondottan a Szepsi barlang is, bár nem látogatható mindennapjainkban. Akkor most az ideérkezőknek ez a gyógyvíz és ez a sík terep, akkor ez újdonság volt a diákoknak. Igen, nagyon örültek, hogy ilyen környezetben, meg ilyen helyen lehettek, mert a mi környékünkre tipikusabb a hegyes vidék. Érezzék jól magukat még, amíg itt vannak. Nagyon szépen köszönjük a meghívást. A diákok vezetővel beszélgettünk. Először egy picit kérem mutatkozom be, hiszen nem is egyszerű az ön nevét leírni. Igen, Szrnkavi Gábor vagyok, a Báskosútfalvi Omorovici Időskovás Gyula általános iskola igazgatója. Az iskoláról azért már sokat tudunk, hiszen a Györfi iskolával kapcsolatban is vannak. Mit kell tudni a csapatról, akikkel érkezett? 16 gyereket hoztunk magunkkal, 5-től 8. osztályos gyerekek ezek, akik eljöttek, és nagyon várták, hogy ide eljöhessenek, és aztán a táboron részt vehessenek a programokon.
Hát és most már itt vagyunk a tábor utolsó napjaiban. Úgy látom, hogy barátságok szövődtek, ismerettségek és egyre jobb a hangulat. Talán még egy nap kellett volna, akkor lenne még kiteljesedve ez az egész. Önnek, mint felnőttnek mi tetszett, és a gyerekektől mi a visszajelzés? Melyik része volt a számukra a legemlékezetesebb, vagy a legnagyobb újdonság? A gyerekek úgy veszem észre, hogy a programokon szívesen vettek részt. Bekapcsolódtak meglepően a közös táncokba, és ami úgy egy kicsit meglepett, mert azért úgy nem tudnak kibontakozni rögtön, de úgy látom, hogy igen, érdekes volt számukra a program javarésze. Nekem felnőttként pedig azt kell mondanom, hogy talán a legértékesebb része az egész tábornak az a nemzet összetartozásnak a meghatározása, illetve hogy akkor építették fel a tábort, hiszen mind egyek vagyunk, mi meg különösen innen származunk, és mindig hazajárunk ide Karcagra, és hát valahol itt ez a tábor hangulatán is úgy érzem, hogy lecsapódott és megérzhető volt. Akkor reméljük, hogy barátságok szövődtek, és ahogy polgármester úr is mondta, tartják majd a Facebookon keresztül a kapcsolatot a diákok egymással. Így van ez, és én is ezt vallom, mert hogy évek óta szervezzük Lévainé Kovács Rózával, és a különböző csoportokat hozzuk, visszük, és ugyanazt vallom, amit Pán Dildikó is mondott, hogy az ifjúság a jövő, és őnekik kell ezt továbbvinni. És nagyon jó, hogy mi eljövünk, de mindig gyereket is kell hozni, hogy legyen, aki ezt továbbvigye. És ez így van, ahogyan megjegyeztük, igen. Köszönjük szépen, érezzék még magukat jól a Karcagon, hiszen azért még van egy kis idő hátra. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Pecsenka Andrással beszélgetünk, hiszen a tegnapi vacsora az a feleségével közösen készült. Mit kell tudni erről a jellegzetes számomra picit hirtelen, nem is tudom kiejteni, hogy milyen módra készült ez a hamburger? Először is szeretném a Karcag TV nézőit és hallgatóit üdvözölni. Nagyon örülünk, hogy 6 év után ismét részt vehettünk ezen a kiemelkedő eseményen. Nagyon szépen köszönjük Elekeztelkének, hogy pályáztak és újra lehetőséget adtak, hogy ezen a diák táboron részt vegyünk. Azt gondolom, hogy Elekeztel is nagyon szívesen hívta meg Önöket, de akkor térjünk vissza egy picit erre a vacsorára, hogy hogyan is készült. A vacsoráról azt kell tudnunk, hogy ez nem jellegzetes magyar étel, inkább valószínű, hogy a törökök vonulása és az egész szláv népek együttműködése a Kárpát-medencében. Itt ott délvidéken nálunk úgynevezett pieszkavicát. Ez egy olyan hasonló húspogácsa, mint a hamburger, de szerintem sokkal ízletesebb, sokkal jobb. Ugyanis akkor jó a pieszkavica, ha minél több húsból készül. Mivel muszlimán államoktól származott ez az egész, akkor itt alapban birkahús kell, hogy legyen benne, marhahús kell benne, esetleg disznóhús, tehát a magyarok már tehetnek bele disznóhúst is, a keresztények, és bármilyen szárnyas húst is bele lehet. Darált húsról van szó. Nagyon egyszerű az elkészítése, hús mellett kell bors, só és szódabikarbóna. És finomra kell keverni, ízesíteni, roston kisütni, és akkor ilyen lepényszerű kenyérbe bele kell tenni, kenyértisztába, és ízlés szerint lehet ízesíteni paradicsommal, káposztalevéllel, stb. Salátával. Hát a bérentől már hasonló, mint a hamburger, ami nálunk is van. Hamburger, igen, ketchupot is lehet, szemfet is. Tehát ízlés szerint mindenki saját szája szerint ízesíti. Hát remélem, hogy jól sikerült, a gyerekek elfogyasztották, szívesen ették, és akkor így be tudtuk mutatni délvidék egyik jellegzetes ételét, vagy hamburgerét, vagy pieszkavicáját. Köszönjük szépen! Köszönöm én is a lehetőséget! Nagyon nagy öröm volt számomra is, mint valamennyünk számára, és köszönjük, hogy eljöttetek, itt vagytok, és egyetlen egy gondolatot erősítenék. Öröm mindig, amikor a testvérvárosokból érkeznek a delegációk, a felnőttek. De még nagyobb öröm, amikor ti, kedves fiatalok, jöttök és itt vagytok. Miért? Mert ti azok, akik tovább folytatjátok a testvérvárosi gondolatokat, és azt a kapcsolatot, amit elődeitek elindítottak.
legyen így, legyen folytatás, ami adódott a testvérvárosokkal sok-sok éven át, mert nem egy-két éves kapcsolat, sok éves kapcsolat. Öröm, és legyen ennek folytatása, és kedves fiatalok, ti vagytok azok, akik tovább folytatjátok. Legyen így. Mindenkinek köszönök mindent, a jó hangulatot, az odafigyelést egymásra, és vigyétek tovább haza, ahol vagytok, ahol éltek, ami a tietek. Azt a kapcsolatot, ami bennünket Kárpát-medencébe összefog. Köszönöm. Minden. Amikor ugye ide érkezett mindenki a megnyitón, egy kicsit azt láttam, hogy még úgy különülnek a csapatok, voltak pirosak, fehérek és zöldek. És a kékek ott hátul, ugye a karcagiak aztán. A másnapi rendezvényen, illetve menet közben már itt a tábor élete során keveredtek a színek, aztán a medencébe lekerültek a pólók, és onnantól kezdve nem lehetett tudni azt, hogy ki hova tartozik, és azt gondolom, hogy ez a legfontosabb része ennek a tábornak. Hogy mindenki tudott mindenkivel beszélgetni, mindenki megtalálta azt a közös hangot, amelyet a szervezők annak idején elterveztek, kitaláltak, és amiért talán a testvérvárosi kapcsolatok is létrejöttek. Ismerjük meg egymást, ismerjétek meg egymást, egymás gondolatait, egymás elképzeléseit, hiszen mindannyian egy hazából valók vagyunk, de mégis elválasztanak bennünket fizikai határok, és ezeket a fizikai határokat sikerült lebontani, azt gondolom, ez alatt a néhány nap alatt, és bízom abban, hogy ezek a fizikai határok nem lesznek soha közöttünk, közöttetek, mindig lesznek közös rendezvények, közös elképzelések, és én nagyon remélem azt, hogy olyan barátságok, amelyek hosszú évekre, évtizedekre meghatározzák majd mindenkinek az életét. De mindenképpen szeretném megköszönni Karcagváros önkormányzata nevében is, és azt gondolom, hogy mindannyiunk nevében is azoknak a munkáját, segítségét, akik nélkül nem jöhetett volna létre ez a mostani rendezvény. Minden önkéntesnek, minden olyan segítőnek, aki bármilyen formában részt vett fizikailag a megvalósításban, vagy bármilyen eszközzel, anyagi lehetőséggel, terménnyel, termékkel támogatta ezt a mai, illetve ezt a néhány napos programot. Külön köszönöm a kuratórium valamennyi tagjának azt, hogy pályáztak, megírták a pályázatot, odafigyeltek, kezelik, és hát ugye már lehet, hogy régen otthon leszünk és pihenjük a fáradalmainkat, ők majd még akkor kezdenek a pályázat elszámolásával, úgyhogy lesz még ezzel nekik feladatuk, de mindenképpen szeretném megköszönni az ő munkájukat. És azt gondolom, hogy mindannyiunk nevében Esztikének azt a fáradhatatlan munkát, amellyel motorja volt ennek a néhány napnak. És hát tudjuk azt, hogy nem csak ennek a néhány napnak, hiszen hetekkel, hónapokkal ezelőtt elkezdte a szervezést. Jött, nyitotta az ajtót, mondta az ötleteit, mondta, hogy mire van szüksége, és valóban biztos vagyok abban, hogy nélküle nem lennénk ma itt ezen a mai rendezvényen, nem lennénk itt ezen a mai hétvégén, úgyhogy mindenképpen szeretném megköszönni Esztikének ezt a... Dániel Csabával, a Karcagi Cserhát Kft. Ügyvezetőjével arról beszélgettünk, hogyan is élték túl a növényeik ezt az igazán száraz időszakot, és mi várható idén.
Köszöntöm nézőnket, Dániel Csabával beszélgetünk itt kint a határban, a karcagi Cserhát Kft. Ügyvezetőjével arról, hogy hogyan is élték túl a növényeik ezt a igazán száraz időszakot. Üdvözlök mindenkit! Egy nagyon-nagyon nehéz esztendőnek vagyunk a közepén. Gyakorlatilag a mai napig január 1-től a lehullott csapadék mennyisége 93 mm. Ez mind az őszi, mind a tavaszi kapásnövényeket, illetve az őszi kalászosokat igen-igen megviselte. Gyakorlatilag az őszi növényeket betakarítottuk. Egy szűk féltermi is mondható, minősége az jó kiválónak mondható, tehát a kenyérgabonának teljesen meg fog felelni. Már csak a kérdés az, hogy miből fogjuk ezt a nagy termelési költséget finanszírozni. Elmondható az, hogy a tavaszi növényeink is nagyon megsínlették ezt az időszakot, ezt az aszálymentes erős UV sugárzásos időszakot, kivétel azok a területek, amelyeket öntözni tudunk, elég nagy száma van most már a Cserhát Kft.-nek azon területei, amelyet öntözünk. Egy prioritásként állítottuk fel magunk előtt jó pár évvel ezelőtt, hogy a jövedelem 40%-át öntözésfejlesztésre, öntöző gépek vásárlására fordítjuk. Ha tudunk, pályázunk, ha nem tudjuk, akkor saját erőből, de ez több éven keresztül már látszódott, hogy ezt muszáj fejleszteni, és gyakorlatilag elmondhatjuk, hogy ezek az öntözött területek azok, amelyek fenntartják most már a szakszerű, okszerű és jövedelemszerző tevékenységét a Kft.-nek. Ebből kifolyólag sajnos ez az aszályos időszaknak köszönhetően megszüntettük egy ideje a terült elnézhetünket, nem volt rentábilis, öntözetlenül nem tudjuk előállítani a takarmánynövényeket olyan mennyiségben, olyan minőségben, amelyen be kellett volna, és váltottunk, új irányt tettünk. Nagyrészt vetőmagtermesztéssel foglalkozik most már a cég az öntözött területeken, így elmondható, hogy a jövedelmet azt elő tudjuk állítani. Igaz, nagyon-nagyon nagy költséggel, nagy energia ráfordítással, több ezer literes napi üzemanyag felhasználással, de mindez félretéve legalább van szép növényünk, van a szakmának, a szemnek gyönyörködtető növényünk, és hát lesz mit legalább betakarítani. Itt most egy kukorica mellett vagyunk, de hogy áll a napra forgójuk? Igen, ez egy hibrid kukorica terület. Hát az öntözött napraforgó, ami gyakorlatilag az elvetett területünk mindegy 10-15%-a mindösszesen, az nagyon-nagyon szép, az ígéretes. Kétszer akkora, mint az a, amelyik nem öntözött. Hát minimális termést várunk csak az öntözetlenektől, de talán a kukorica még rosszabb helyzetben van, ami gyakorlatilag elmondhatjuk, hogy öntözetlenül nem fog az idén termést csövet hozni, sőt, még talán a címet sem fogja kitenni. Akkor ez már előre jelzi azt, hogy hatalmas veszteségük van. Ez esetleg meg fogja azt is akadályozni, hogy időben el tudják kezdeni majd a őszi munkálatokat, hiszen azért a pénzre szükség van ott is. Igazából egy okszerű gazdálkodást folytatunk mind kint a területen, mind bent a pénzügyön a pénzügyi gazdálkodást. Én jobban félek a pénzügyi hiánytól, tehát nem a pénzügyi hiánytól félek jobban, hanem attól, hogy ebből a közel 250 mm-es csapadékhiányból hogy fogunk talajt csinálni, mennyi eszközünk fog szétszakadni, mennyi energiával fogunk a következő évi növények alá egyáltalán dolgozni. Ez a mennyiség az azt jelenti, hogy egy olyan 25-30 centi mélyen semmi nincs a talajban, vagy még esetleg lentebb van a víz? Jól mondta, igen, lentebb sem sok van, a 25-30 cm-ben meg semmi nincsen gyakorlatilag, de a lentebbi részekből is erősen hiányzik a víz. Téli csapadék nem volt, ugye az igazi talajfeltöltés mindig a téli csapadékból van, és e hiányában nem volt talajfeltöltés. Gondolom, hogy azért majd átgondolják azt is, hogy mi lesz az, amit el fognak vetni, hiszen gondolom az elmúlt években is azért sok mindent átalakítottak az öntözéshez igazítva, de van-e már elképzelésük, hogy esetleg változtatnak más növényt is, megpróbálnak, ami esetleg jobban bírja ezt a szárazságot? Igen,
mi mindig termeltünk a cégnél repcét, őszi káposztarepcét, na az idén kimarad a vetésterületből sajnos. Nagyon szerettem, mekkora járbevétel produkált, illetve azért közel 4 tonnákat mindig tudtunk benne produkálni. Tavaly év volt az első, amikor még a vetőmagot is visszaküldtük, mert már ősszel is látszódott az asszály, és nem bírtuk elvetni jó körülmények közé. De akkor azt gondolom, hogy sok feladat lesz még itt, és meg sem merem kérdezni, hogy nagyságrendileg hány 10 millió forintot költenek el öntözésre? Magára az öntözésre, vagy az öntözés fejlesztésre nem. Úgy együtt? Hát nem 10 millió, hanem 100 milliós a tétel sajnos. Nagyon-nagyon nagy pénzt fog magába, de másképp nem lehet lassan már gazdálkodni, tehát ezt azért mindenki látja. Jó munkát kívánunk önöknek, és hát akkor ezelőtt néhány évvel meghozott döntés, most arra azt gondolom, hogy hozza az eredményeket önöknek. Igen, gyakorlatilag másképp nem is tudom igazából, hogy tudnánk élni. Így sem egyszerű, de másképp még nagyon-nagyon-nagyon nehéz lenne. Köszönjük szépen, jó munkát kívánunk! Köszönöm szépen! Halálos balesetet szenvedett egy motoros martfűnél. A Jászhegyekon Szolnok megyei rendőrfőkapitányság közleménye szerint Martfű külterületén egy 57 éves hódmezővásárhelyi lakos motorkerékpárral közlekedett Rákóczi Újfalu irányába, amikor egy kanyarban áttért a menetiránya szerinti baloldali sávba, ahol frontálisan összeütközött az ott közlekedő 39 éves Rákóczi falvai lakos által vezetett személygépkocsival. A helyszínre mentőhelikopter érkezett. A súlyos sérüléseket szenvedett motorost a szolnoki Hetényi Géza kórházba szállították, de a férfi ott később életét vesztette. A személygépkocsiban utazó 2 ember az elsődleges orvos szakértői vélemény szerint könnyű sérüléseket szenvedett, közölte a rendőrség. A rendőrség arra kéri a járművek vezetőit, hogy a KRESZ szabályainak megfelelően a sebességhatárokat betartva óvatosan közlekedjenek. Néhány nappal ezelőtt számoltunk be róla, hogy a Tisza alacsony vízállása miatt egy homokpad bukkant elő a folyó Cibakházi szakaszán, ahová a község vezetői múlt héten be is vonultak és Cibakházához csatolták. Rekord alacsonyra apadt a Tisza vízszintje Szolnoknál, ahol július 8-án péntek reggelre mínusz 281 centire csökkent a folyó vízállása, írta meg az Időkép. Ez 2 centiméterrel alacsonyabb a korábbi rekordnál, amelyet még 2003. augusztus 21-én mértek. Hétvégén alig emelkedett a vízszint, hétfő reggel is mindössze mínusz 279 centimétert mutatott a mérce. A Tisza vízszintje most 13 méterrel van alacsonyabb, abban, mint a 2000-es áprilisi árhullám idején, amikor is a folyó eddigi valaha mért legnagyobb vízállását jegyezték fel, egészen pontosan 1041 cm. A folyó számára egyébként a kiskörei víztározó szabályozásával igyekeznek biztosítani a szükséges vízellátást, elkerülve ezzel, hogy a halállomány jelentősebb károsodást szenvedjen, illetve hogy a lakosság számára vízkorlátozást kelljen bevezetni. Turista látványosság lett a Tisza közepén kialakult homoksziget. Sokan kutyát sétáltatnak rajta, de olyan is volt, aki sátrat vert a közelben. Cibakházánál került felszínre a sziget a rendkívüli apadás miatt, be lehet rá sétálni a partról, a folyó utoljára 20 éve volt itt ennyire sekély. Rekord alacsony a vízszint, ami várhatóan még tovább csökken, mert egyelőre nem várható komolyabb mennyiségű eső. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!